skin tone. Laughing at where you talk. Laugh at your face when you ask me what the dessert is. But I hate when you clean the house, when you just can't apologize, when you can't seem to harmonize my feelings. My mama taught me some things, your mama taught you some things. Yeah, I believe in wonders, and you believe in words left unsaid. But you're still in my bed. És ahogy ígértük, itt is van már velünk Noira a stúdióban. Hello, szia! Sziasztok! Itt a felvezetőben már azt elmondtuk Vivivel, hogy hamarosan meg fog jelenni az első nagy lemezed, és hát emiatt lesz október 5-én az Akváriumban egy lemezbemutató koncerted. Izgulsz, vagy inkább izgatott vagy emiatt? A koncert miatt most elsősorban. Is, igazából. Az Akvárium az tényleg egy nagyon patinás helyszín. Mi a lokálban leszünk majd, és mind a kettő egyszer van bennem, izgulás is, meg izgatottság is. Azért ez egy nagyon más műfaj, mint bármilyen koncert. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyien fognak eljönni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a műsor, amit pont ma állítottunk össze, úgyhogy is sok minden izgalmas dolog történik még addig. Én az évek során, amióta jársz hozzánk vendégként, úgy ismertelek meg, mint aki nagyon figyel a részletekre. Milyennek álmodtad meg ezt a koncertet? Azt tudom, hogy lesznek vendégek, például Németh Márk is beugrik majd így a színpadra a közös dalotok erejéig, meg Rosemary lesz a meghívott vendég. Őt egyébként honnan ismered? Őt onnan ismerem, hogy Instagramon követjük egymást, és nagyon régóta követi a karrieremet, és nagyon régóta azt érzem rajta, hogy gyakorlatilag bármi, amit csinálok, azt figyelemmel követi, és nagyon támogató, úgyhogy, és én is ugyanígy vagyok vele, úgyhogy ezért gondoltam, hogy mivel egy feltörekvő előadóról beszélünk, arra gondoltam, hogy nagyon jó lenne biztosítani neki egy lehetőséget ezzel a koncerttel, mint ahogy nekem is sokan biztosítottak már ilyen lehetőséget, és ez mindig egy ilyen nagyon jó érzés volt. Már arról beszéltünk, hogy meg fog jelenni egy 12 dalos nagylemezed, amin szerepel egyébként az imént hallott és látott dal, ez Different. Egyáltalán ez hogyan született meg benned? Miről szól ez a dal számodra? Ez az egyik kedvenc dalom a lemezről. Ez egy nagyon-nagyon kis romantikus dal, és úgy született meg, hogy nagyon-nagyon sok dalban múzsám a párom, a férjem, és mi elég különböző emberek vagyunk, elég különböző habitusunk, de ettől függetlenül már nagyon régóta egy pár vagyunk, és ez nem gátol meg minket abban, hogy őrülten szeressük egymást. Úgyhogy ez az, ami az ötletet adta, de ez egy ilyen nagyon nehezen megszületett dal volt, pedig a fejemből egy másodperc alatt kipattant, és így hamar görgettem végig az ötleteket, és hamar született belőle egy konkrét dal, de valahogy így nem akart annyira könnyen megszületni se a dal, se a videoklip, aztán végül is szerencsére itt van már. Ráadásul nemrég kezdtél el zongorázni, tanulni, és ebben a dalban ezt a tudásodat is megcsillogtatod. Most így hányadán állsz a zongorázással? Pont az előbb beszélgettem a zongoratanárommal, hogy ideje lenne folytatnunk a közös órákat. Igazából még nagyon az alapoknál járok, sajnos így nagyon közben jött nyár ez a koncert szezon, és egy csomó teendő, úgyhogy nem nagyon tudtam vele foglalkozni. De ez a dal szerencsére pont 4 ilyen nagyon egyszerű akkordból áll, úgyhogy ezt meg tudtam tanulni, és el tudtam játszani ebben a dalban. Szeptember 20-án fog majd a teljes albumod megjelenni. Milyen évet jár be? Talán arra emlékszem, hogy a So Good című dalod például az elmúlt 4 évedről szól, hiszen 4 évvel ezelőtt kezdtél bele így a zenei pályafutásodba, és már most hol tartasz, és fantasztikus előadó vagy már szerintem most, de mégis az egész album ezt a jó kis utazást fogja majd megmutatni? Azt hiszem, hogy igen, tulajdonképpen erről szól, erről a 4 évről. Nagyon-nagyon sok minden változott az életemben, és leginkább a So Good foglalja össze azt, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban, de minden olyan dolog, ami az albumon megjelenik, az valahogy talán ebben a 4 évben konkretizálódott a legjobban. Viszont az album a Deli címet kapta, akkor az azt jelenti, hogy itt sem egészhetünk majd a lemezről?
Igen, ez valahogy így egyszer csak így beugrott a fejembe, hogy szeretnék valami olyan címet a dalnak, ami nagyon különleges, és nem egy dalról szeretném elnevezni az albumot, és így jött a fejembe a Deli, mert nem nagy képűségből, de azt gondolom, hogy a zeném nagyon különleges a magyar piacon, és nem azért, mert annyira nem tudom, jobb lennék, mint mások, hanem inkább azért, mert hogy nagyon kevesen játszanak ilyen zenét, és nem annyira népszerű, de pont ezért azt gondolom, hogy egy ilyen kis ínyenség talán ezen a piacon, és utána felépült rá egy konkrét dal, ami egy csomó metaforával van tele, és gyakorlatilag ételekhez, vagy ilyen gasztronómiai dolgokhoz hasonlítja a zenét. Ami egyébként nem állt távol tőled, mert tortákos. Igen. Igen, egyébként cukrász vagyok. Egyébként mennyire volt időd arra a lemez készítése mellett, hogy tortákat is készíts? Hát mindenképpen kellett egy időt szakítanom, ez azért a fő foglalkozásom, és most főleg nyáron egy ilyen elég brutális esküvő szezonon voltam túl, illetve hát még nem, mert majd csak szeptember végén leszek rajta túl, de ez most egy ilyen nagyon intenzív időszak volt, úgyhogy talán október 5 lesz az elemezmutató, amikortól már kicsit így majd lenyugodhatnak a kedélyek. Sok sikert kívánunk akkor a továbbiakhoz, és nagyon jó koncertezést. Köszönjük szépen, Noira, hogy itt voltál most velünk. Nagyon köszönöm a meghívást.